azok, akik elérték idén a ponthatárt, amivel be lehet kerülni az egyetemre, vagy főiskolára, azok a fiatalok, kérem mondják meg ismerőseiknek, unokáiknak, gyerekeiknek, azok, akik elérték a ponthatárt, azok kérem 2014 szeptemberétől, tehát ez évtől, tandíjmentesen kezdhetik meg a tanulmányaikat. Vissza fogjuk adni a rokka nyugdíjasoknak a nyugdíjjogosultságukat. Visszaadjuk, mert nagyon megalázták ezeket az embereket. Kettő, hát ehelyett a szociális temetés helyett mi kegyeleti támogatást fogunk adni, mert azzal tényleg lehet segíteni pénzzel, hogy egy-egy ilyen helyzetet át tudjanak vészelni az idősek. A harmadik pedig, hogy visszaállítjuk a rugalmas nyugdíjba vonulásnak a lehetőséget a társadalmi igazságosság figyelembevételével, de igenis kell, hogy lehessen korkedvezményesen és korengedményesen is nyugdíjba vonulni Magyarországon. Hát ezt csak a hölgyeknek mondom, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért kell adni a hölgyeknek, zéró toleranciát kell hirdetni a családon belüli erőszakkal szemben, és abban is kell segíteni az anyákat, hogy amikor vissza akarnak térni a munkahelyükre, akkor legyen meg a lehetőségük, hogy összetudják hangolni a családdal kapcsolatos problémákat és kötelességeket, és a munkahelyi kötelességeket. Ez még hozzátartozik, hogy ezzel is próbáljuk segíteni a magyar családokat, a magyar anyákat.